A Pázmány Péter Katolikus Egyetemet szerintem az országban nincs olyan ember, aki ne ismerné. Most egy kicsit tüzetesebben fogunk megismerni az információs technológiai, illetve a bionikai kar munkájával, mégpedig Hajtó Dániel és Kálmán Zsófia segítségével, akik doktorandusz hallgatók, tehát igazán kompetensek a témában. Dániel, szervusz, üdvözöllek! Hello! Mit jelent az információs technológiai kar? Kiket képeznek itt? Alapvetően két alapképzés van, a mérnök informatikai és a bionikai alapképzés. Az első az egy ilyen hagyományosabb mérnök informatika, amit például a BMM vagy az Óbudai Egyetemen is oktatnak. A bionika az pedig egy ilyen sajátosság, a Szegedi Egyetemen tanítják még, ez ötvözi a biológiai és orvostudományokat és egy informatikai segítséget, egy informatikai háttért ad a dolog mögé. A legtöbb szakmai tárgy az felvételi alap, illetve a matematika az, ami még a felvételnél számít, mint érettségi tárgy. Ugye te már doktorandusz képzésen vagy, mik a lehetőségek? Tehát van egy ilyen lehetőség is. Igen, tehát ez egy kutatókar, és nagyon komolyan veszik már, tehát már a BSC képzésen is van egy hangsúly azon, hogy egy kutatási irányba elvigyék mondjuk a hallgatónak a fejlődését, és ezt támogatják teljesen, és van egy vonalat lehet így képezni a BSC, MSC és a doktorandusz képzéssel, hogy egy kutatási munkával bezárólag egy kutatói pályára lépni. Tudunk mondani egy-két példát, ami nagyon csalogató lehet, hogy milyen kutatások is folynak? Mondjuk te mivel foglalkozol? Én például a mesterképzésem alatt egy olyan szoftvert fejlesztettem, ami orvosi szövettani felvételeken a sejteket, tehát a szövet sejtjeit figyeli, és a rákos szöveteken meg tudja különböztetni a daganatos, illetve a normál sejteket, és ez alapján egy súlyosságát tudja megállapítani a daganatos betegségnek, és ezzel lehet segíteni az orvos munkáját, és nem a szakorvosnak kell ezeket a felvételeket átvizsgálnia. Te annak idején miért a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet választottad, és miért a bionika kart? Én eljöttem a nyílt napra, és ott az egyetemnek a hangulata annyira megfogott, hogy egyszerűen úgy döntöttem, hogy nekem muszáj erre az egyetemre járnom, mert nem tudom, az ember belép erre az egyetemre, akkor egy olyan atmoszféra, egy olyan légkör öleli körbe, hogy tényleg úgy érzi magát, mint hogyha hazatérne. Kellett-e valamilyen előképzettség középiskolásként, gimnáziumból érkeztél, feltételezem, hogy a bionikai karra felvételiz? Az fontos, hogy matematikában mindenképp szükséges egy középfokú, legalább egy középszintű érettségi, de mellett lehet választani biológia, kémia, vagy fizika, vagy informatika tárgyakat is emellé. Az egyetem számos programot kínál a középiskolásoknak a részére. Ezek vannak informatika témájú és kevésbé informatika témájúak is. Informatikai témájú például a Code Camp, ami egy olyan nyári tábor, ahol a középiskolai diákok belekóstolhatnak a web applikáció fejlesztésbe, különböző programjával segítségével, elméleti és gyakorlati részen is részt vetnek. Egyébként az fontos tudni, hogy minden ilyen középiskolai program az ingyenesen előzetes regisztráció után igénybe vehető, és vannak különböző versenyeink is, például erre a Code Campre épül a B-Smart programozási verseny, de van ilyen környezettudatos programozási versenyünk is, de számos más programmal is várja az egyetem a remélhetőleg lendő hallgatókat, ehhez érdemes ellátogatni a pontvelünk.itk.ppk.hu honlapra, vagy ugyanígy a pontvelünk oldalt kell keresni a Facebookon is.